Gyereknevetéssel telt meg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, hiszen a Népi Játék napja alkalmából rendeztek foglalkozásokat a kicsiknek. Az egész délutános program középpontjában a hagyományos fajátékok és azok a kézműves foglalkozások álltak, amelyek az elmúlt korokra voltak jellemzőek. Minden évben október 9 a Népi Játék napja, és most mi ehhez a közeli szombaton tartjuk meg először a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Népi Játék napját. Ez a nap arról szól, és az a célja, hogy ezen a napon minél több gyerek és felnőtt játszon népi játékokat. Mi ezt kiegészítettük egy ilyen családi délutánnál, hiszen találkozhatnak a gyerekek népi kézműveskedéssel, lehet nemezelni és csuhéból alkotni mindenféle szuper dolgokat, illetve itt a hátam mögött pedig játszanak a gyerekek, hiszen a Fanyűvők Játszóházzal évek óta együtt dolgozunk, és ők népi fajátékokat hoznak. A sok mesére alapuló fejlesztő fajátékon kívül a gyerekek nagy kedvencei voltak a kézműves asztalok és az ördöglakatok megoldása. Én csináltam nemezkarkötőt és csuhécsigát, és a legjobb szerintem a karkötő. Nemezeltünk ilyen kulcstartót, amit be kellett fonni, és most csuhéból csinálunk virágot, utána megnyuszít. A benti játékot a gyerekek kint folytathatták Szilvási Grund Helga vezetésével, aki népi dalos játékokat tanított nekik, a napot pedig Varró János népzenész hangszerbemutatójával zárhatták.